Üdvözlet megint ismét mindenkit, szeretnék a Google szolgáltatást bemutatni önöknek. Nagyon sokan félnek tőlük, mert természetesen mindent bejegyeznek, meg is jegyeznek, ez van így a valóságban, és a nyomon követnek, inkább ezért is ingyenes számunkra. Ezt a funkciót ki is lehet a fióba kapcsolni, de szinte nem éri meg kikapcsolni. Jobb csását, jegyzeteket, keveset, utána bírjatok nézni, mit is csináltatok, és mit akartatok volna megtenni, megcsinálni. Ez a funkció jó is, nem is jó, azok nagyon félnek a Google-tól, akik ilyen kalózó dalakon vannak bent, vagy nem tudom mit, de én nem ülök semmibe, én nekem így semmi akadalmas sem ad nekem számomra, de ha kiadják valami információ, vagy aki lopja az adataimat, akkor simán bíróságot fogok fordulni, jogvédelmi bazán, hogy harmadik félnek nem szabad kiadniuk az adatokat, remélhetőleg ezt be is tartsák. Addig szolgáltatásokkal újra kerülhetetlen, és egy kicsikét erősen lettek a jogvédelmek, ott a irányelvek, ez így is van, még kell más embert meglopni. Hát ismét azt csinálni valahogyan, az a lényeg, hogy a sajátot legyen, és okoz a hibáidból. Már még fogod letöltesz egy jogvédett képet, majd berakod a saját csatornádra, és ott díszlenéd a tiédet. Vonat közben meg semmibe sem becsülöd a másik embernek a munkáját. Szinte minden úgy van, és ezek az emberek, akik ezt művelik, hogy nem féltik el lopnak, azokat igenis, hogy nem kell megengedni őket sehova se, de milyen, hát mégiscsak szégyen lehet, vagy lopsz valakit a saját jog meglapod, mint a saját magát meglapta volna. Eddig során, most kipróbálom, csatom egy csatornát, eddig minden jó szuperál, jó működőképes. Ennyi ne féljetek annyira a Google-tól, te irányítod, te adod meg a képeket, magadról az információkat, ha annyira megbízod benned, hogy kiadod, hogy mikor mész nyaralni, felrakod nyilvánosan, nem is a Google hibája, hanem csak a platformot vagy olyan, de akkor nyilvánosan kirakod, hova mész, mikor mész el, azon ne csodálkozz, ha valaki betörik hozzád, éjszaka, ellopnak, kilopnak. Mégiscsak te döntöd el, mit osztasz meg. Nyilvánosra beállítod, nem zárt, hanem nyilvánosan mindenki lássa, hol voltál, felrakod, is van a Facebook, te látod, hogy tengeren vannak, és tudják, hogy nem vagy otthon. Minek rakod fel pont a Facebookod, amikor tengeren vagy, amúgy is tudják, kellene egy riasztórendszer. Ez van. Nem a Google tehet róla, vagy ha van egy kártörténet, hanem egy nagyobb része az saját hibája, önök hibája, hogy nem képesek zárt közösség, nem zártva, zárt életüket, mindenkivel megosztanak mindent, és mindent meg tudnak, vannak rosszan, mikor emberek is, akik pont ezt ilyenekre vadásznak, mint amilyenek önök. Én azt tanácsolom önökre, ne féljenek annyira a Google-től, mert csak tudatosan használják, ne osztják meg minden információt, meg másra, nyilvánosan, hanem csak nem is rakják fel, akkor amikor eltűnnek, mert elmennek, és akkor ennyi. Volna számomra. Remélem, hogy érthető volt, amit mondta. Ha tetszett önnek, akkor nyomjon egy lájkot, de YouTube-on nem lehet nyomni, Face-en lehet nyomni lájkot. Nem, hogy nyomjanak egy tetsziket, de mégiscsak lehet. Ha véleményét akarnak mondani, nyugodtan mondjanak. Örömmel válaszok önök kérdésére, válaszaira, megindokolom, miért is mondtam ezt, amit itt elhangzottak. Viszont hallásra!